Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, megtaláltam a kifejezést szuper élelmiszerek, állítólag így kell mondani azokat a termékeket, vagy ez a gyűjtőneve azoknak a termékeknek, amelyeket egy hálózaton keresztül lehet megvásárolni, és természetesen ezzel egy hírháttér műsorban nem foglalkoznánk, hogyha valamilyen fokon nem lenne köze a politikához, a közélethez. De ezt soha nem fogják kitalálni, de hogyha az atv.hu-n olvasták ma a cikket, akkor ki fogják találni könnyen, hogy hogy is kötődnek a vérnyomás csökkentők, vagy a merevedési problémákra szedhető pirulák, és a nem tudom micsodák, antioxidánsok volt politikusokhoz. Úgy, hogy ebben a hálózatban állítólag a cég egyik alkalmazottja vagy vezetője szerint 9 volt politikus is közreműködik, méghozzá volt miniszterek, államtitkárok is. Lampert Mónika és Herényi Károly a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét! Hát Önökről már bizton tudom, mert hogy Önök mondták, hogy így a politikusi munkájuk után ebbe fogtak bele. Herényi Károly ugye már régebben abba hagyta a politizálást, Lampert Mónika nemrég, de hogyan? Tehát nem lehet véletlen, hogyha 9 volt politikus is egy ilyen cégnél köt ki. Ki kezdte? Vagy ki szervezett be kit? Nagyon érdekes, hogy lehet mindenből bulvár csinálni. Én egy évvel ezelőtt körülbelül akkor döntöttem el, hogy befejezem a politikai pályafutásom. És hogy miért, az egy máslapra tartozik, majd egyszer talán erről is beszélhetünk. És akkor elhatároztam, hogy változtatok az életmódomon, egyfelől törődök magammal, egészségesen fogok élni. Elkezdtem sportolni, diétázni, 22 kilót fogytam, és remekül érzem magam a bőrömben. Azt is eldöntöttem, hogy olyan dolgokkal fogok majd foglalkozni, amit szeretek, és amiben látok fantáziát, amit érdekesnek tartok. Ebből leginkább, ami a legtöbb örömet okozza nekem manapság is az, hogy negyedik szemeszter óta tanítok a Közszolgálati Egyetemen helyi önkormányzatok című tantárgyat, sőt az első tudományos folyóiratban az első publikáció rövidesen megjelenik. Ez egy nagyon komoly szakmai munka. Mellette, ahogy én erre a dologra rátaláltam, annak mellettem ülő Herényi Károly a idézőjelben az oka. Szervezte be ön? Amikor összetalálkoztunk, és azt mondta, hogy hú, de jól nézek ki, régen látom, már bocsánat, hogy én ilyet mondom, de tényleg ezt mondta, és én beszéltem arról, hogy én szeretnék egészségesebben élni, többet törődni magam, azt mondta, hogy hú, de jó, hogy összetalálkoztunk, gyere, mutatok neked valamit, ez történt, és abszolút nem bántam meg. És önt meg kiszervezte be? Engem egy volt SZDSZ-es államtitkár, aki meghívott engem, és én nagy örömmel fogadtam el. Egy volt SZDSZ-es államtitkár. Szervezte be az MDF vezető politikusát, aki beszervezte az MSZP vezető politikusát, volt a belügyminiszter. Azért ennek van ám oka. Tehát azt tetszett mondani, hogy politikán kívül azért ez politika, és elmondom, hogy miért. Ha olyan emberek vesznek részt az MLM rendszer munkájába, vagy ilyen rendszerbe, akik a véleményt valamennyire tudják, a közvéleményt formálni, akkor annak az lehet a haszna, hogy ennek a foglalatosságnak a társadalmi megítélése javulhat, és ez nekem igen komoly célom. Azért komoly célom, mert foglalkoztatás politikai szempontból ez az egyik lehetséges jövő. Clinton elnöksége idején, egyébként a YouTube-on meg lehet nézni, egy igen komoly és igen elismerő beszédet intézett az Amerikába MLM rendszerbe dolgozókhoz, megköszönve a munkát, az adóbefizetést, meg azt, hogy munkahelyet teremtettek. De ez nem ilyen piramis játéknak megfelelően? Hát miért az ATV az nem piramis? Hát van egy elnöke, aztán utána van két helyettese, hát minden struktúra általában így épül föl, hogy egy ember van. A háztető is ilyen tényleg. Hát sok minden példát hozhatunk a piramis alakzatra, de a piramis játékból kiindulva de ez nem piramis játék. Tehát aki fönt van, és minél följebb van, az jár jól anyagilag, aztán egy bizonyos szint alatt már csak az a cél, hogy minél több embert beszervezzenek, és ők már csak rosszul járnak. Ez a rossz, ez a magyar változat. Egyébként ebből a dologból 336 ezeren élnek Magyarországon, tehát annyian foglalkoznak ezzel hivatásszerűen, vagyis ebből élnek. Azért ez egy igen komoly szám. A világ Európában 11,5 millió. Azok járnak jól, akik minél előbb be lettek szervezve, közel voltak a tűzhöz, és akkor egy bizonyos szint után nem, már mindenki. Ebben az jár jól, aki dolgozik, aki ebbe a dologba beleáll, nem szégyelli, és megtanulja ennek a fortéit, ez egy nehéz munka. Nagyon kevés ember alkalmasa igazából. Tehát aki nem keres ebbe a rendszerbe jól, az valószínű, hogy azért történik, mert nem alkalmas rá, nem kellő alázattal áll a dologhoz. Termékeket,
ajánlják másoknak, hogy mi az önök munkája? Az önök arcával, ismertségével adja el a cég ezeket a termékeket, vagy önök is kereskednek? Ez egy, bocsánat, egy kicsit komplikáltabb, mert mi nem csak Magyarországon árjuk ezt, hanem ez egy európai bevezető szakasz, tehát ez egy amerikai termékcsalád, aminek az európai bevezetésén fáradozunk, ugyanis ez az amerikai cég Budapestet választotta ki európai központnak. Én tegnap érkeztem haza Romániából, mert a román piac is a miénk, meg a német piac is, tehát ez egy igen komoly foglalatosság, és az egyáltalán nem baj, hogyha a román piacon képződő bevételek egy jelentős része a magyar pénzügyi rendszerbe érvényesül és hasznosul. Az nem baj, igen. Ami az én dolgom, az az, hogy ennek a hálózatnak az építésében vegyek részt. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel, akiket vagy én ismerek, vagy más valaki ismer, és úgy gondoljuk, hogy akar egy kicsit jobban törődni az egészségével, érdekli az egészséges életmód, az egészségmegőrzés, akkor ő vele beszélünk, meghívjuk egy üzleti beszélgetésre, és hogyha az érdeklődését sikerült felkelteni, akkor igent mond erre az üzleti ajánlatra. Minden munka a munka, és minden munkát meg kell becsülni, ezt most nagyon őszintén mondom, mert tényleg így gondolom. Ettől függetlenül én biztos, hogy nem gondoltam volna azt önökről és társaikról, hogy volt politikusok, volt miniszterek, államtitkárok, vezető politikusok, egy idő után nem jó, öntanít is, tehát hogy nem valami egyetemen foglalkoztatják, nem egy felügyelőbizottságban ül, nem tudományos tanácsadó valamelyik cégnél, hanem pirulák árusító cégnek a hálózatát építi. Hát mert független. Én nem nagyon szeretnék Orbán Viktor tenyeréből lenni, mondjuk egy igazgató tanácsi tagságot elnyerve, sőt, semmi kedvem nincs ehhez. Így viszont megvan a függetlenségem, örömmel ez teszem. Ez nem kényszerpálya, amit önök hogy lenne ez kényszerpálya? Hát én nekem a magyar átlagot jelentősen meghaladó nyugdíjon van, tehát nem anyagi kényszerek vezettek ide, hanem egyrészt rengeteg szabadidőm van. Másrészt, ami nekünk a politika után maradt, az nyilván egy ismertség, és nyilván egy olyan lehetőség, amit tudunk kamatoztatni, és hogyha figyelembe vesszük, hogy a foglalkoztatás politikai nehézségekre megoldás egyelőre nincs, mert a technológia fejlődésével az élő munkaigény egyre kisebb és magasabb képzettséget igényel. Itt viszont hát azért ez a 336 ezer ember, aki a tavalyi adatok szerint ebbe a rendszerbe részt vett, munkahelye rendelkezik, és nem megy segélyére. Hogyha ezt meg tudjuk növelni, és mondjuk jövőre vagy két év múlva már egy 500 000 ember fog ebből élni, akkor mi tényleg munkahelyet teremtettünk, csak ennek a társadalmi presztízse Magyarországon roppant alacsony, ugyanúgy, ahogy a társadalmi tőkeszintje. Ez nem csak a társadalmi presztízse, hát ez ellen a cég ellen a gazdasági versenyhivatal vizsgálatot kezdeményezett. Minden ilyen cég ellen a gyógyszeripar meg a konkurencia az felhasználja ezeket a hivatalokat, hogy különféle feljelentésekkel hosszú időn keresztül piszkálják őket. Általában vagy valami csekély büntetéssel, vagy valahogy a dolog befejeződik. Most ebben a stádiumban vagyunk, de ez a cég dolga, ezzel mi nem foglalkozunk. Ki kezdte ezt az egészet? Székely Tamás neve is felmerült, hogy ő is benne van, Kökény Mihály is benne van. Én vagyok az elkövető. Ön kezdte komolyan? A Diósi Gábor barátom, aki államtitkár volt a Kóka minisztersége idején, engem ő hozott be ebbe a rendszerbe, és nekem nagyon tetszik. És akkor ön hozta a többi politikus? A többi én, mert azt gondoltam, hogy az a tőke, ami náluk most éppen holtőkeként jelentkezik, azt nagyon jól lehet hasznosítani, például azért, hogy ennek a foglalatosságnak a társadalmi presztízsét, elfogadottságát növeljük. Ez egy jó cél szerintem. Engem a karcsi hozott valóban, de ami miatt én úgy döntöttem, hogy igen. Először is azt mondom, hogy kipróbálom a terméket. Ez a termék nagyon jó. Tehát személyes tapasztalatom van, ami úgy gondolom, hogy egy egészséges életmód az egy olyan emberhez, aki akar törődni magával, mert épp elég baj, hogy volt hosszú idő, amikor nem törődtem a fizikai állapotommal eléggé, lekötött nagyon a munkám, és rengeteg plusz kilót összeszedtem, most lényegesen jobban érzem magam, és tudom, hogy szükség van antioxidánsokra, egy csomó mindenre, ami segít ahhoz, hogy egészségesen éljek. Ez a termék jó. Ez volt az első. A második, ami engem végül is ehhez a döntéshez vitt, és ami miatt jól érzem itt magam, hogy én soha az életben nem dolgoztam az üzleti világban. Közigazgatásban dolgoztam, ott van tapasztalatom és a politikában.
ennek az üzleti világnak a logikája ez más. Itt remek embereket ismertem meg, akik borzasztó sokat dolgoznak azért, hogy sikeresek legyenek. És olyan iszonyú erős szolidaritást és segítő szándékot éreztem, nem csak a Karcsi részéről, akit már bocsánat, hogy Herényi urat itt karcsizom, de hát nagyon régóta ismerjük egymást, kollégák, barátok vagyunk, nem a politikában ismerkedtünk meg, hanem korábban. De mások is. Én azt gondolom, hogy ez egy jó csapat. Amit kínáltak, amit ígértek, azt betartják. Itt nagyon keményen kell dolgozni, nem adják ingyen azt a pénzt, amire szerződtünk, törvényesen. Tehát én megmondom őszintén, ezt a bulváros ízű felütést, amit itt a TV írásban tapasztaltam, ez nekem kicsit furcsa volt. A potenciál növelő? Vagy hát persze, mert egyfelől ez nem is igaz, tehát ez nem így van. Nem lehet önöknél merevedési problémákkal megoldására szolgáló. Ugyan már a szerkesztő asszony, komolyan gondolja, hogy ez igaz. De hát hol, de gondolnám komolyan, olvastam. És akkor van potenciál növelő, vagy olvasom. De mi legalább valamit teszünk a demográfiai helyzet javításáért. Most akkor van potenciál növelő, vagy nincs? Hadd fejezzem be ezt a mondatot, amit elkezdtem. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy olyan támogatást és szolidaritást kaptam itt azoktól az emberektől, akikkel ezt együtt csinálom, nem főállásban, tehát én nem töltök itt napi 8 órát, sokkal kevesebbet foglalkozom ezzel. Engem jobban érdekel inkább a szakmai, közigazgatási, kutatási, egyéb tevékenység, de ez az életemnek egy olyan része lett, amiben szerintem van fantázia. Tehát szívesen csinálom, és eszem ez nem arról szól, hogy lesújt fejjel járkálni azért, mert egy termék, egy jó termék bevezetését segítem. Nagyon őszintén mondom önöknek, amikor először olvastam, és már én is láttam számtalan ehhez hasonló mindenféle pirulákat hirdető cégnek a reklámját az interneten, és én azt gondoltam, hogy úristen, tehát 9 egykori miniszter, államtitkár, politikus abból él, hogy gagyi termékeket rásóz tudatlan emberekre, vagy valamilyen szinten hiszékeny emberekre, nem is tudatlanok, hanem valamit nagyon akarni vágyó emberekre, akik viszont nincsenek az információ birtokában. Tehát nekem ez volt az első benyomásom, hogy önök most ebből élnek. De most olyan meggyőző, én nem tudom, hogy ez a marketing része, vagy valóban ennyire, ennyire hisznek benne. Nem. De most ezektől függetlenül, tehát az eddigi tapasztalatom, meg a hirdetések láttán én azt gondoltam, hogy önök beszálltak valami olyanba, ami arról szól, hogy valami rásóznak. De hát ilyennek ismert minket. Hát most mit csináljak én? Nem nyilatkozom. Ugye? Nem, itt egészen. Na, először is potenciálnövelőt forgalmaznak vagy sem? Nem. Ez teljesítmény fokozom, aminek van egy mellékhatása, ami így is jelentkezhet, és ez egyáltalán nem baj senkinek, és a demográfiai helyzet tényleg javulhat, nagy bajban vagyunk. A pap nem tud gyereket. Ez a mellékhatás. A pap nem tud gyereket beszélni asszonyságok hasával, ettől nem fogunk szaporodni. De ennek a mellékhatása ez. 18-as karikot, mint hogy ezt a kérdést, egyrészt átugorjuk, másrészt mégsem hagyom, hogy átugorjuk, mert mi az, hogy valaminek ez a mellékhatása? Minek? Tényleg ez a mellékhatása. De minek a mellékhatása? Mondjuk egy teljesítményfokozónak, ami a fizikai... Nem, ez egy fizikai teljesítményfokozó, sportolók használhatják, WADA engedélye van, tehát nem doppingszer, olyan 15%-kal nő a sportolónak a teljesítménye, vagy a pihenőidőt rövidítheti le. Én, amikor konditerembe megyek, előtt állandóan ezt a számot, ez egy kitűnő dolog. Hát csak úgy nagyon nehéz lehet sportolni. Nem akkor jelentkezik, drágám, nem akkor jelentkezik. Ez egy hírháttérműsor, úgyhogy most összeszedjük magunkat, igen. Na, szóval, hogy akkor önök ebben semmi kivetnivalót nem találnak, sőt. És már ön beszervezte Lampert Monikát, és ön is szervezett már be volt politikus társát? Igen, de én nem fogok neveket mondani, mert ez az ő személyes döntésük, hogy ezzel kiállnak a nyilvánosság elé, vagy nem. Tetejében azt gondolom, hogy egy volt politikus, aki abba hagyta a politikai pályafutását, és úgy dönt, hogy valamilyen általa jónak tartott munkával részt vesz, ami törvényes, etikus. Hát akkor mi van? Jól érzik magukat? Abszolút, nem látszik rajtuk. De,
Hát akkor... De. Csak abszolút még az elején jól. Tényleg gyanakodtam, hogy ez a marketing része, de nem. Elhiszem, hogy jól érzik a kukat. Sőt, hogyha... Politika nem hiányzik? Hát, ahogy mondtam, nekem ez politika. Hogyha én mondok egy példát, én írtam talán először a Galamuszba a feltétel nélküli alapjövedelemről, az volt az én célom, hogy ez közbeszéd tárgya legyen. Az lett. És én ennek nagyon örülök. Hogyha el tudom érni, hogy jó néhány ember elkezden gondolkodni azon, hogy változtathat az élet stílusán, módján, helyzetén, ha egy ilyenbe belevág, mert igazán semmiféle kockázatot nem rejt magába, akkor én ezekkel az emberekkel jót tettem. Én azt hiszem, hogy ez egy jó dolog, és én ezt büszkén vállalom, tehát semmiféle szégyennivaló nincs benne. Sőt, hogyha valakit ez nagyon érdekel, május 14-én a Hiltonba vesztem. Június. De reklámot nem közvetítünk, azt majd megszabott óránként bizonyos percben. Szóval, hogy Lampert Mónikának az elmúlt, hát mennyi, két hét? Két hét óta sem hiányzik a politika? Nem vagyok én politika nélkül. Tehát egyrészt nagyon sokan ma is megkeresnek azzal, hogy vegyek részt programokon. A Magyar Szocialista Pártban a választmány tagja vagyok. Most az önkormányzati választásra is biztatnak néhányan, hogy vállaljak szerepet, de nem áll szándékomban, nem. Én eldöntöttem, hogy a politikai pályafutásomat befejezem. Nagyon szép és értékes része volt az életemnek, és szeretnék mással foglalkozni, de ez nem azt jelenti, hogy a politikát teljesen száműzöm az életemből. Tehát a politikai szerepvállalás, ha tetszik a politikai karriert, a frontvonalban való felelősségvállalás. De nem csak a parlamentben lehet politizálni. Van, de például a saját pártszervezetemben, a baloldali önkormányzati közösség szakmai apparátusában, szakmai csapatában természetesen, hogy dolgozom továbbra is, támogatom a pártomat, támogatom a baloldalt. Hát ez olyan, mint egy hogy mondjam, szenvedély, ezt azért nem lehet soha abba hagyni, de én úgy gondolom, hogy most az első vonalban nem tudok segítséget adni, ezért inkább mással foglalkozom többet. Két boldog, elégedett embert láttunk, hallottunk. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük a meghívást.